A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntök mindenkit itt a Fehérvári Beszélgetések. A mai napon egy olyan régebb óta 18 éves fiatalember a vendégem, aki fittségével, életmódjával és hihetetlen nagy lelkével, én azt gondolom, hogy mindannyiunk példaképe lehet. Rubos László Placi bácsi a vendégem, köszöntelek, szia! Szervusz Zoltán, köszöntöm nézőket! Rögtön a fittségre rá is kötnék, hogyha már mondtam, és erről is azért szó lesz természetesen, ugye szakmád, munkád meg hivatásod miatt, és az életed miatt is a mai műsorban. Fittségre rákötve, mint már mondtam, hogy a családodban ez jellemző, most a felmenőidre gondolok, anyai ág, apai ág, tesók, hogyha vannak, rokonok, hogyha vannak, hogy mindenki ilyen fitt a családban, vagy ezért tenni kellett neked nagyon sokat. Arra akarok kiukadni, hogy általában genetikával magyarázzák, hogy persze neked jó a genetikád. Ez hogy van nálad, nálatok? Hát nálam úgy volt, semmi köze nem volt a szüleimnek a sporthoz. Mezőgazdasággal foglalkoztak, úgyhogy náluk az volt a mozgás. Viszont a lányom és a nejem nem szereti, ha ezt mondom, a feleségem, igen, ő sportol keményen. Tehát ő meg keményen. Most igen. Róla is majd lesz szó természetesen. Jó. Tehát családban annyi volt, hogy dolgoztak keményen a mezőgazdaságban. Ez nyilván adott azért némi alapot ahhoz, hogy nem lustultak el, nem híztak el, nem voltak olyanok, mint mondjuk tisztelet a kivételnek manapság, hogy nyugdíj után leülnek az emberek a tévé elé, ami egyelő már egy kicsit túlzásként egyfajta halálos ítélettel ismert. Egyáltalán nem. Uh-huh. Apám is ilyen vékony, szikár ember volt, mint én. Uh-huh. Anyám sem volt soha kövér, uh-huh. Úgyhogy pedig hát mindent tettek, azt, amit a föld adott, amit megtermeltek igazából maguknak. Uh-huh. Én úgy ismertelek meg téged, amikor bementem az egyik fehérvári városi konditerembe, hogy ott voltál, láttalak, és mondták, hogy ő a Rubos Laci bácsi, akinek a nevét én már hallottam, ugye kollégáktól, ismerősöktől, de még személyesen nem találkoztunk, és azt láttam, hogy ott vagy te, pakolod a súlyokat, edzel, segítesz másoknak, tényleg ilyen mindenféle túlzás nélkül mondom, egy ilyen terminátorként üzemeltél és funkcionáltál, ez egy-két éve vagy másfél éve lehetett nagyjából. Hogy mióta üzöd ezt a sportot, mióta csinálod, most a testépítésről beszélünk. Hát már igazából 18 éves koromban kezdtem. Amikor mi összeházasodtunk a feleségemmel, akkor úgy volt, hogy megszületett a baba, meg hogy fürdettük, utána kivettem az ágy alól a fekpadot, akkor télen leedzettem a szobába, és utána visszatettem. Olyan szereim voltak, amit el lehetett rakni. Aha. És akkor utána, amikor már kicsit jobban ment, tudtunk építkezni, akkor már az egész ház alatt pince volt, uh-huh. És ott berendeztem gépekkel, és ott edzettem végig. De ugye ez jó pár évvel ezelőtt történt, és azért akadok meg ennél, mert akkor még azért nem volt általános, hogy bementél egy sportáruházba, és akkor vettél magadnak fekvenyomópadot, kézisújzókat, tehát ez ilyen sufni tuninggal kellett megoldani, gondolom. Pontosan így is volt, haverokkal összeálltunk, és megcsináltunk mindent. Akkor volt egy ilyen sportolj velünk, igen, neve újság, uh-huh. Mint a Fekete László, nem ez a mostani, igen, 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 igen. Fekete László szerkesztett. Abban volt a képek, gépek, amit Amerikából le tudott másolni, és akkor azután csináltuk mi a gépeket is, meg azután is edzettünk az ő utasításai alapján. Tehát összefogtatok? Én baráti társaság is megcsináltatok? Hát a hárman, négyen voltunk össze-vissza. Ez hihetetlen. Na, a másik is, hogy ugye elkezdted az edzést, a testépítést. Indultál versenyeken? Voltak eredményeid? Igazából nem. Én nem, hogy hívják, voltam. Nem versenyeztem, csak időskorban, mikor már masters voltam, ott volt magyar bajnoki eredményem, de hát igazából talán 3, 4 vagy 5 versenyen indultam, testépítő versenyen, aztán még később meg 3-szoros fekvenyomó magyar bajnok lettem. Hát ez nagyon szép eredmény. Úgyhogy... Azért az nagyon szép. És ugye mennyire ragadós a példa, gyerek, lányod, ugye most rá szeretnék kiukadni, ezt látta otthon, ő azért nagyon komoly eredményeket produkált, ugye Rubos Katalin, igen, nagyon komoly eredményeket produkált ő a testépítésben, női vonalon. Hát ő először is futott, és de nagyon magas szinten futott, a fehérvári sporttagozatos gimnáziumba járt, akkor már erősen futott, és játék közben beverte a térdét. És akkor megoperálták fönt Pesten, de nem lett jó, nem tudott sprintelni tovább, és akkor lejött hozzám egyszer a pincébe, hogy ő akkor inkább ezt csinálna, és meg is egyeztünk, mi ez valamikor tavasszal volt,
és akkor ősszel már ő junior magyar bajnok lett. Elég hamar sikerülsz. Igen. Uh-huh. És akkor utána olyan, hát, 6-szor vagy 7-szeres magyar bajnok volt, közben Európa bajnok, utána kim volt világbajnokságon, ott elsimrizték az első helyét, uh-huh. ezért el is tiltottak egy olasz meg egy német bírót, viszont a profi szövetség mindenféle kérés nélkül megadta neki a profi engedélyt. Uh-huh. És akkor utána már ő nem versenyezhetett itthon, akkor már külföldre járt több, nagyon sok helyre, sokat volt Amerikába, uh-huh. Angliába, Svédországba, tulajdonképpen bejárta a világot. Igen. Mutattál volt. Róla fotókat, tényleg elképesztő testalkata volt, nagyon brutális, rengeteg munka lehetett benne, és te voltál az edzője, ugye? Gyakorlatilag igen. Uh-huh. Te készítetted. De mikor már egy olyan szintet elért, akkor ő már magának tudta, hogy mit egyen, hogy egyen, edzésbe hát segíteni kellett, de nem túl sokat, az az igazság. Uh-huh. Aztán, amikor hát már annyira jutott, akkor Arnold Classicon volt 5., a Miss Olympián meg 7. Úgyhogy addig európai nő nem is jutott oda. Ikonikus versenyek, ugye aki nincs benne a nézőknek, mondom a testépítésben, ezek ikonikus versenyek, amin tényleg helyezést elérni, ez nagyon nagy dolog. Főleg ugye abban az időben, amikor még ugye a magyar vonulat nem is képviseltette magát, és ugye a szaktudás gondolom Amerikában meg a tengeren túlon volt, tehát úgy igen. elérni ilyen eredményt azért nagyon nagy. Meg az ő kitartása és meg nyilván a te rálátásod is erre a dologra. De említettük a feleségedet, Katit, aki szintén nagyjából hasonló életkorban van, mint te, de ő még durvább. Tehát ő az igazi terminátor, ezt te is szoktad mondani, és remélem Kati nem fog ezen megsértődni, hogy így apostrofáljuk itt a műsorban, nem, akkor kivágjuk majd legfeljebb, hogy ő nagyon brutális. Tehát ő az örök mozgó, hogyha nincs semmi, akkor kimegy a kertbe, több órát ott van. Az érdekelne, hogy ismerkedtetek meg? Segítettél neki melledzésben, vagy egy ultramaratonon, mikor ketten futottatok, úgy nagyjából nem, ismervén az életmódotokat? Nem, tulajdonképpen én dolgozni jártam Fehérvárra, ő iskolába járt Fehérvárra, gimnáziumba. Úgy ismerkedtünk meg, és nagyon korán összeházasodtunk, ő 18 éves volt, én 22. Uh-huh. Ő tulajdonképpen 40 éves koráig csak futott, meg kerékpározott. Uh-huh. És akkor 40 éves korában elkezdett súlyozni. És akkor annyira tetszett neki, hogy most már 30 éve csinálja, csak hát most már úgy vagyok vele, hogy nagyon sokszor le kell állítani. Igen, ugyanis túlpörög. Pontosan túlpörög, de neki úgy telik el egy hét, hogy egyszer zumbárja, kétszer vagy háromszor súlyzós edzésre, és a maradék kétszer-háromszor meg egy 10-12 000 lépést tesz meg naponta. Elképesztő. Na most, hogyha ugye ez még nem elég, mert van, amikor nem elég neki, akkor ugye ilyenkor már tavasszal kint van a kertbe, dolgozik, megcsinálja. Most, hogy én eljöttem, még ő otthon leedzi a karját, meg a hátát. Hát kerti munka után? Persze. Mert ugye most megvolt a kerti igen, munka, azt mondta, megvolt. És meg utána még edz egy jót. Így van, amíg én itt vagyok, addig ő edz egy jót. Nem beszéltünk meg nagyon sok mindent adás előtt. Azért nem szeretek megbeszélni, mert én őszinte beszélgetéseket szeretek tévében is, rádióban is, mindenhol. El lehet mondani az életkorodat, korotokat, vagy ne beszéljünk róla? Hogyne, persze. Okay. Hogy te 75 éves én 75 vagy, éves ha jól vagyok, tudom. A feleségem 70. 70 éves, igen. És még egyszer mondom, egy hetetek, amit szerettem volna kérdezni, mintha olvastál volna a kérdéseim között, vagy a fejemben, hogy telik egy hetetek. Tehát akkor így telik, hogy te háromszor jársz edzeni, és edzel is embereket, tehát segítesz nekik a fejlődésben, és te is ugyanúgy kim vagy a kertben, hétvégén is aktívak vagytok. Igen, hát meg nagyon sokat járunk hétvégén kirándulni. Uh-huh. Van, amikor csak ketten megyünk, de van, amikor ilyen buszos kirándulásra megyünk. Tehát soha nem álltok meg, az a lényeg. Tehát mindig úton vagytok, nem. Soha nem álltok meg, mindig nem, aktívak. Nem. Aktív. Sőt, nektek az lenne a büntetés, hogyha... És hogy pihentek? Vagy ez a pihenés, hogy kertészkedtek? Vagy azért is tudtok? Nagyon, nagyon jó a kertészkedés, kikapcsolt helyesen. Uh-huh. Én a pszichológus lennék, vagy pszichiáter, uh-huh. akkor én fölírnám a kertészkedést a depressziósoknak, vagy az ilyen lelki betegeknek, mert rettenetes sokat segít. Persze, szabad levegőn vagy, ugye produktumot hozol létre. Ugye ti ilyen örök fiatalok vagytok, például ezt abból is leszűrtem, nyilván ahogy éltek, meg hogy ott vagytok a konditeremben, meg abból is, hogy ti nem nagyon magázódtok. Tehát aki magáz téged, te rögtön kikéred magadnak, hogy én is ilyen vagyok, utálom, megőrülök a magázódástól. Én nekem erről van egy teóriám, ami most nem fárasztanám a nézőket, hogy én azért jobban mellőzni, még jobban a magázódást, nagyon ritka esetben hagynám meg, hogyha központilag tudnám szabályozni, te se szereted. Nem, egyáltalán. Miért nem szereted? Udvariatlannak tartod, vagy tökélet idegen tőled? Nem, egy az, hogy idegen tőlem, de a másik dolog, amit én magamban és másnak is elmondok, hogy ha valaki meg akarja nekem tiszteletet adni, megadja tegeződve is, meg
Ha nem akarja, akkor nem adja meg, ha magáz, akkor sem. Én is ezt szoktam mondani. Ugyanezt, ennyi. Magázódás szerintem ez egy kommunikációs akadály, hogy két ember viszonya közelebb kerüljön, egymás, hogy két ember közelebb kerüljön, ezáltal a problémát is szerintem nehezebben tudjuk megoldani magázódva, mert az már egy akadályt, egy ilyen vizes árkot képez. Egyetem. Tegeződve szerintem sokkal jobban lehet haladni, és problémát megoldani, és minden olyan dolgot, amit szeretnénk az életbe. Ugye mondtam, hogy te edzel is embereket segítesz, hozzád járnak ugye emberek, heti háromszor csinálod, hétfőn, szerdán és pénteken, de azt, és elég sokan, és mondtad, hogy nagyon sokan lennének, csak te többet nem akarsz vállalni. Azért nem akarsz, mert szeretné más programot is, vagy úgy érzed, hogy ennyi most már így bőven elegendő a konditeremből, és kicsit ki szeretné vonulni? Hát igazából nem az a problémám, hogy nem tudnék többet vállalni, mert tudnék. Uh-huh. Már bírnám fizikailag, persze, bírnám, de nem, egyszerűen nem akarok, mert tényleg úgy van, ahogy mondod, hogy inkább más programot találunk ki magunknak, vagy otthon teszünk, veszünk, vagy bármi. Persze. Úgyhogy nem, inkább nem, elég ennyi. Táplálkozásra mennyire figyeltek oda? Én szeretek enni, és én mindent megeszek tulajdonképpen, csak módjával. Uh-huh. Van nekem egy feleségem, aki úgy főz, ahogy kell nekünk enni, mert ugye minél idősebb az ember, annál kevesebbet kell, annál jobban meg kell gondolni, hogy mit eszik. Na most ő úgy van, hogyha csinál egy jó süteményt, akkor képes azt csinálni, hogy felét elajándékozza, másik feléből megad nekem valamennyit. Aha. Mert én megenném egyszer az összeset. Jó, megennéd mindent. Nehogy ne. És ő meg nekem beossza így. De minden el így van. Igazából mindent teszünk, csak módjával. Házi dolgokat általában, azokat részesítitek előnyben, saját terményeket, vagy nem nézitek, hogy mi van benne. Mindent tesztek, csak módjával, vagy megnézitek az összetevőket? Igazából mi nagyon sok mindent megtermelünk. Van egy elég nagy 1100 négyzetméteres tertünk, amint borsó, burgonya, tők, szóval gyakorlatilag minden, paradicsom, paprika, mindenféle zöldséget, salátát, és még most is van otthon, amit tavalyról tettünk el. Olyan. Igen. Nem is eztek olyan sokat, meg nyilván akkor van bőven a telek nagyságából ítélve. Megvan is, így van. Rengeteg... Sőt, sokat is termelünk, mert nekem a paradicsom a mániám. Igen, azt tudom, igen, paradicsomot tenni. Érthető módon én is szeretem, jó az minden levesnek, lének, kenyér mellé enni, vagy bármi mellé. Enni tényleg az jó tud lenni. Rengeteg fiatallal foglalkozó fiatal, jározád mindenféle korosztály, megfigyeltem. Igen. 60 éves, 10 pár éves, 40 éves, lányok, urak, mindenki, tényleg. És beszéljünk a fiatalokról, ugye fiatalokat manapság divat lesz, hogy mostani fiatalok, semmire kellők, tiszteletlenek, csak a számítógép, mi lesz ezzel a generációval, te azért látod őket testközelből, te mit gondolsz róluk, hogy mi az előnyük, mi a hibájuk? Én azt gondolom, hogy visszatérve a tegeződés magázódásra, sokkal jobban megértjük egymást úgy, ha tegeződünk. Mm. És azt látszik, hogy jól esik nekik, mikor szólok, hogy ne tegezél nyugodtan, ne törődj ezzel a 60 évvel. És akkor már mindjárt jobban megértjük egymást. A másik dolog az, hogy milyenek a mai fiatalok. Akik ide járnak, én nem tudok rájuk semmi rosszat mondani. Mert gyakorlatilag ő talált magának egy életcélt, hogy mi a célja vele, hogy csak jól akar kinézni a strandon, vagy egészséges életmód, teljesen mindegy. Lényeg az, hogy ezt csinálja. Nem kocsmába megy, nem drogozik. Persze. Úgyhogy nem. Nekem nincs, nem azt mondom, van egy-két srác, aki nem annyira idevaló, de a 90%-a igen. Szóval én meg vagyok velük elégedve. Na, ez jó, ritkán hallani. És a te korosztályodról, az idősebb, mondjuk a nyugdíjas generációról, korosztályról, mit gondolsz? Az, hogy borzasztó. Uh-huh. Az, hogy borzasztó. Uh-huh. 50-60 éves emberek már úgy néznek ki, mint meg vannak rogyva. Szóval egyszerűen nem is értem, hogy lehet így lenni. És ez nem genetika? Kérlek? Ez nem genetika. Semmi köze. Ez szerintem lustasa. Mert az, hogy ha valaki panelban, akik azt mondja, hogy mit tudok csinálni? Lemegyek sétálni. Mindenhol lehet. Persze. Igazából leülnek a tévé elé, megisszák a pár üveg sört, én is megiszom, hozzáteszem, de azt is módjával, és mozogni kell. Mindegy, hogy mit, csak mozogjon, ha csak sétál, vagy bármit. Nem kell ahhoz konditerembe menni, hogy valaki tudjon mozogni. Persze. Ugye most említettük, hogy tavasz van, amikor rögzítjük ezt a felvételt itt a Fehérvár TV, hogy tavasz eleje van, most indul majd tényleg a szezon, a rövid úgy, és aztán jön a strandszezon. Nyilván mindenkinek akarva, akaratlan, vagy elmondja, vagy nem mondja el, bevallja, nem vallja be, de azért mindenki szeret jól kinézni, persze. Igen.
Mit lehetne azoknak mondani ilyen betartható jó tanácsként, akik mondjuk ezt a beszélgetést megnézve, bármilyen korúak, neműek, felbuzdulnak, hogy én akkor most jó szeretnék kinézni, de nincsen túlzottan sok idő, meg azért vannak kifogások is ebbe a dologba, hogy mi az a pár jó tanács, amit tudnál nekik adni, hogy azért meg tudjanak ezen az ösvényen indulni? Hát először is el kell határozni magát, hogy igenis én most elmegyek. Ha elmentem, akkor ne várjon egy hónap alatt csodát, mert nincsen, hanem ez egy hosszú folyamat. Uh-huh. Tulajdonképpen nem lehet már nyárra jól kinézni. Olyan nincs. Ahhoz más minden kell. Periódusos rendszer, mint szoktuk mondani. Tessék? Periódusos rendszer. Így van. Uh-huh. Szóval tulajdonképpen az elhatározás a lényeges, hogy, és az, hogy csinálja. Ne legyen az, hogy most egy hét után, két hét után nem értem el eredményt, akkor abba hagyom. A legnagyobb baj az fiataloknál is, főleg, hogy lementünk, nekiállnak nagyon nagy súlyokkal dolgozni, és akkor egy hónap után semmi, sőt, még kevesebb a súlya, uh-huh. és akkor elment a kedve. Na most ahhoz, hogy lejárjon, ahhoz normálisan kellene enni, étkezni. Uh-huh. Be kéne tartani egy rendszert, az is ugyanúgy rendszer legyen, mint ahogy az edzés is rendszer legyen. Meg kezdésnek nem kell nagyon belehúzni, hanem fokozatosan egyre erősebbre lehet. Aztán hát más nem nagyon tudok mondani. Uh-huh. Így van, az fontos, tehát a rendszeres és mondjuk megtervezett táplálkozás, meg az edzés, ami mindenképpen is kitartóan csinálni, nem egy hónap után eredményt várni, vagy nem rögtön úgy kezdeni, hogy tiltott szerekkel az ember nekiáll kísérletezni. Hát, igazából nekem ez mindig is mániám volt, hogy nincs, nem kell. Uh-huh. Volt nekem olyan magyar bajnokom, aki soha az életben nem szeret dopingot, uh-huh. és magyar bajnok, annak idején úgy is hívtak, hogy mágus, mert én ezt meg tudtam csinálni, hogy doping nélkül is úgy néztek ki az emberek, meg a lányok, ahogy nyerni tudjanak. Uh-huh. Tehát meg lehet ezt a nélkül is csinálni. Igen. És az nem összekever... Hosszabb idő. Hosszabb idő, persze. Hosszabb idő, de igen. Hatásos. És a tiltott szereket ugye nem kell összekeverni a különböző, most nevezzük így, fitness kiegészítőket, táplálék kiegészítőket, árulóboltok kínálataival, tehát a fehérjeporokkal, különböző másokkal, mert az engedélyezett, ugye vannak ezek a csúnya szerek injekció formájában, egyéb más formában, amik viszont illegálisak, és nem is lehet, hogy illegális kereskedelemben kapni. Így van. Nem véletlen. Egyáltalán nem kell összekeverni. Például aminósavak, fehérjék, ezek nagyon hasznosak. Ha beveszel egy adag aminósavat, vagy fehérjét, vagy aminósavat, aminósav még jobb, mint a fehérje, akkor annyi, mint hogyha megennél egy kiló marhahúst. Uh-huh. Márpedig ugye egy kiló marhahúst megenni az nem. És a másik dolog az a fehérjékkel kapcsolatban, hogy annak is megvan az adagolása. Persze. Most, hogyha azt megszabja a gyártó, akkor igenis annyit kell lenni, nem többet, mert nem hasznos. Igen, meg tökre is tudja tenni a szerveket, akkor, a vesért. Akkor, hogyha sokat eszik többek között, a vesérnek se jó, mert ugye azt ki kell választani. Uh-huh. Azért jobbak az aminósavak szerintem, mint a fehérjék, mert ugye a fehérjéből is aminósavat állít elő uh-huh. a szervezet. Most akkor annak kell egy idő, 2-3 óra, amíg beépüljön, hogyha aminósavat veszel be, az negyed órán belül a szervezetben van, és nem kell vele dolgozni. Igen. Most pont ezen gondolkodtam, most a tévéfelvétel alatt összejöttek a sportos emberek, én is sportolok, te is sportolsz, meg két kiváló ugye adást éppen lebonyolító és felvételben segítkező kollégánk, remélem mondhatom a nevüket, Bauer Tibi kollégám és Halász Pista kollégám, ők is nagyon sportosok, Tibi például rengeteget kerékpározik, Balaton körbe tekeri. Halász Pista kollégám ugye nagyjából abban a korban van, mint ő is hihetetlen sportos életet él, tehát jó most egy ilyen társaságban lenni és így beszélgetni. Hogyha nem mondjuk a konditerem lenne, nem testépítés, akkor milyen sportot csinálna, hogyha mondjuk ezt nem lehetne, ne adj Isten. Mit választaná helyette? Hát megmondom őszintén, nem nagyon tudom. Uh-huh. Nem nagyon tudom, annyira fiatal voltam, hogy ez meg... De talán még a birkózás, ami azt mondom, az még elmenne egy ilyen könnyű súlyba, uh-huh. de aztán más nagyon nem. Igen. Bár gondolkoztam azon is, a Budálaszi nagyon jó barátom. Igen. Igen, hogy hozzá is eljártam volna annak idején. Kiokusinkáit? Karate, azt tudom, igen, hogy karate vonalon mozog, igen, sem tudom, Shotokan, Kyokushinkai, de valamelyik. De ő nagyon nagy mester, szóval. Igen, igen, igen. Tehát akkor ez még akkor talán ez még lenne. Azért ez ment volna, de más nagyon. Hát igazából, mikor fiatalabb voltam, akkor fociztam is, uh-huh. de ugye testépítés mellett. Igen, persze. És akkor, igen. Sőt, kézilabdába védtem is. Na. Volt olyan, hogy délelőtt védtem kézilabdába, délután fociztam. Az igen, multipotenciális, igen. hogy szokták mondani. Igen. Hozzátéve egyébként a testépítés, ez egy nagyon hálátlan sport.
nagyon hálátlan sport, mert kiadsz két, ugye sérülések előfordulnak, mert azért erőlteted az izmokat, izületeket, csontokat, az egész vázrendszeredet, vagy hogyha kihagyod két hétig, egy hónapig, elképesztően, hogyha tényleg legálban csinálod, meg ha illegálban is mindenféle tiltott szerekkel, nagyon hamar meglátszik a szervezeted, nem csak. Tehát ez egy, tényleg azért kell beállítani egy kivitelezhető edzésszámot, heti 3, maximum 4, megtervezni az egész, hát hogy folyamatosan ezt fent tud tartani, ha nem, akkor elmúlik. Így van, sajnos ez így van. Többek között azért is hagyják abba sokan. Igen. Mert hogyha, ha úgy veszük, akkor addig van látszatja, amíg dolgozol. Igen. De viszont, hogyha azt nézzük, hogy te dolgozol, csinálod, ezzel rendszeresen, normálisan eszel, és mindenféle doping nélkül, persze, akkor az az izom sokkal tartósabb. Uh-huh. Nincs az a piszok nagy változás. Mert van, amikor ugye elkezdenek nyomni azt, akkor 10 kilóval fölmegy. Uh-huh. Arra nem beszélve arról, hogy mennyire egészségtelen, de hanem a másik dolog az, ami zavarja az embereket, hogy fölmentem 10 kilót, baromi erős vagyok, uh-huh, ugye elnyomom akár a mázsát, két mázsát, és akkor mikor abba hagytam, akkor hú, hát visszaestem. Igen. És itt jön az ördögör, akkor megint rányom. Persze. És akkor nem tudja abba hagyni, és akkor ugye lehet ennek fatális kimenetele is, hogyha az ember ezt tényleg tudta, nem hiába tiltott szer. Lassan a műsoridő végéhez érünk, nagyon hamar elmegy a műsoridő, jövőbeli tervek. Mindenki tervez, rövid távú, hosszú távú tervek, mi az, amit meg szeretné valósítani, elérni, mint gondolkodsz esetleg? Nincs. Ezt folytatni, hogy van, nekem ez itt tökéletes. Tehát itt te boldog vagy teljesen. Így. Elégedett vagy, elérted, igen, amit szerettél volna, boldog családod van, szerető feleséged. Igen. Mindenki jól van a családban. Jól, hál' Isten. Mm. És úgy éled. Szerintem legfontosabb az, hogy a hétköznapokban megtaláljuk a boldogságot, mert abban vagyunk a legtöbbet. Ugye mindig mondják, hogy majd jönnek az ünnepek, meg a hosszú hétvége, de az csak ez csak egy szeletké az életünknek, a legtöbbet ugye az úgymond szürke hétköznapokban vagyunk benne. És hogyha jól építjük fel, és abban találjuk meg a boldogságot, akkor boldogok vagyunk. És akkor ez neked megvan. Megvan, tökéletesen. Mm. Tehát ez kielégít az edzések, kertészkedés, kirándulás, család, egészség, ami nagyon, igen, fontos, amiért nagyon sokat teszel. Hát akkor ezt még kívánom legalább 40-50 évig minimum, és akkor remélem, hogy tudunk még egy jót beszélgetni itt a Fehérvár TV-ben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a Fehérvári Beszélgetésekben. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.